Hello, sziasztok és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szerdai napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, Zircvárosából. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Zircvárosában, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz, tőlem fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit konkrétan innen indítok, Zirc városából. És nem is húzom az időt, hanem szép lassan belevágok a mai kis túrámba, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán videóban újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Köszönöm szépen! Ami a mai túrám ugye egy szép túra lesz valójában, hiszen innen zírcvárosából innen fogok elindulni egészen vinyéig, ha minden jó megy, és valójában ez lesz a mai túrámnak a tárgya, tehát elindulok innen Zircvárosából, szépen a Pirossáv túraútvonalon, majd a Pirossáv túraútvonalról rá fogok térni a Piros négyzet túraútvonalra, a Piros négyzet túraútvonalról, majd rá fogok térni a Sárga háromszög túraútvonalra, és végül a Zöldsáv túraútvonalon fogom megközelíteni, Vinyét. Ha gondoljátok, tartsatok velem fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit innen indítok, Zircvárosából. Jöjjön hát a túra, tartsatok velem, most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, ugye itt vagyok Zircvárosában, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt vagyok ugye konkrétan Zircvárosában, hogy ti ezt láthassátok ezen a felvételen. És ugye így néz ki a környezet, ahonnan ugye a mai kis túrámat fogom tulajdonképpen elindítani tehát így néz ki maga a környezet, és akkor tényleg nem húzom tovább az időt, hanem szépen elindulok ebben a mai kis túrámmal, innen Zircvárosából. városából. Nos, lányok és fiúk, és akkor szépen útirányba is állítom magamat, és akkor bele is vágok a mai kis túrámba, tartsatok velem, és akkor szépen el is indulok ugye abba az irányba, tehát abba az irányba indulok el, tartsatok velem. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már is indultam a mai kis túrámmal, innen Zircvárosából, és akkor szépen rá is térek a első túraútvonalamra, ami nem más, mint a piros sáv túraútvonal. Tehát a piros sáv túraútvonalon kezdem meg a mai kis túrámat, és ugye majd a későbbiekben majd rá fogok térni a piros négyzet túraútvonalra is, a sárga háromszög túraútvonalra is, és a zöld sáv túraútvonalra is. És akkor szépen haladok is kifelé már az ircről, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Közben itt egy szippantós ifa elment mellettem, megy ki a szennyvíztisztító felé, mert a szennyvíztisztító az erre felé van, konkrétan. Hát valójában el fogok sétálni a szennyvíztisztító mellett, hisz ugye a nyáron már jártam itten tehát nyáron már túráztam ezen a vidéken, csak akkor éppen ugye végig a Cuha völgyében haladtam, egészen vinyéig. Hát a mai napon az, azért ez nem egészen így lesz, tehát a mai napon nem csak a Cuha völgyében fogok úgymond túrázni, hanem majd szépen majd ki is fogok kapaszkodni a Cuha völgyéből és akkor szépen haladok is előre felé, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát szépen haladok előre, konkrétan. Na, gyerekek! Hát igen, amúgy minden szentek van, november elsője van, aki esetleg nem tudná. Tehát minden szentek van, november elsője. Azért is vagyok most itt mert amúgy ugye, normális körülmények között ugye, ilyenkor ugye, dolgozni szokott az ember, de mivel hogy minden szentek van, így hát ugye ez ünnepnap itt Magyarországon, de, nem, de szerintem nem csak itt Magyarországon, hanem szerintem itt a egész Európában úgy mond, ahol legalábbis katolikus a vallás, tehát keresztény vallás van, illetve római katolikus vallás van, tehát több, mint valószínű, hogy ez nem csak itt Magyarországon ünnepnap a minden szentek, hanem ugye nyilván itt egész Európában tulajdonképpen. És akkor szépen haladok is kifelé innen Zircvárosából. Hát valójából innentől kezdve már ugye a piros -sáv túra útvonalon haladok. Tehát innentől kezdve már... Végig a pirossávon fogok tulajdonképpen haladni egy darabig. Tehát azért mondom, hogy csak egy darabig, mert majd ugye erről a pirossáv túraútvonalról le fogok majd térni a későbbiekben. Majd áttérek majd a piros négyzet túraútvonalra. Tehát a mai napon egy elég szép kis hosszú túrának állok elébe, illetve nézek elébe. Elég szép kis hosszú túrám lesz ezen a mai napon, ha minden jól megy. Hát, ugye időben ott vagyunk, hogy ugye 8 óra múlott még csak el, pár perccel. Így hát, ha minden jól megy, akkor a délután folyamán meg fogok érkezni Vinyére. És majd szépen, majd végig rögzítem a egész útvonalat szokásomhoz szíven. Hisz nagyon jól tudjátok, hogy ha én túrázni megyek bármerre is, tök mindegy merre, akkor úgy általában szoktam videókat is készíteni. Hát ez tulajdonképpen most sincs másként, tehát most is ugye készül a videó, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és akkor szépen haladok itt a pirossábon, kifelé ugye Zirc városából, tehát szépen kihaladok innen Zircről, tulajdonképpen, hát e tényleg kihaladok innen Zircről, és szépen haladok előre felé, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát szépen haladok előre. Na, gyerekek, akkor folytatom a mai kis túrámat. Ahogy láthassátok ezen a felvételen, és akkor szépen haladok is előre felé. És már 10 perce megy is ez a videó, konkrétan. Tehát már 10 perce már tart is ez a videó hát gyorsan el fog telni ez a, ez a túra, remélhetőleg. Hát általában ugye elég hamar el szoktak telni a túráim, főleg úgy, hogy a olyan helyen is fogok a mai napon túrázni, ahol az életemben nem jártam idáig, mert én fogok a mai napon olyan helyeken is túrázni tulajdonképpen, ahol idáig nem jártam, mert azért itt a Bakonyban, jó pár túraútvonal van, ahol én még konkrétan nem jártam egyáltalán. Jó, mondjuk kivétel ez a pirossáv túraútvonal, ahol most is éppen haladok befelé a Cuha völgye irányába, illetve a Kardosrét felé. Tehát ez ugye kivétel, hogy ez a túra túraútvonalat. Én már ugye nyáron egyik alkalommal végiggyalogoltam. Végig itt a Cuha völgyében, egészen vinyéjig. Nézzétek meg azokat a videókat is, amiket még a nyáron rögzítettem, itt a pirossáv túraútvonalon, mert hogy ugye, ahogy mondottam, ugye nyáron már jártam erre, mármint ezen a pirossáv túraútvonalon, ahol most is éppen haladok egy darabig, de aztán majd ugye jönnek, jönnek majd olyan részek is, illetve olyan útszakaszok, ahol konkrétan még nem jártam ez idáig. Ugye ilyen lesz majd a piros négyzet, a sárga háromszög, illetve a zöld sáv. Jó, mikor zöld sávot azt már egyik alkalommal itt a Bakonyban már részben bejártam, ugye amikor porvacsesznekről indultam el a vasúti megállóhelyről és szépen elgyalogoltam ugyanoda vissza tulajdonképpen, miután tettem egy jó nagy kört akkor volt az, amikor el is tévedtem egy kicsit természetesen na, arról a túrámról is készült videó a nyár folyamán még tehát nézzétek meg azokat a videókat is köszönöm szépen és akkor szépen haladok kifelé innen Zircről. tehát szépen haladok kifelé, hogy láthassátok ezen a felvételen, hát szépen haladok kifelé, és lassacskán magam mögött is hagyom Zirc és jön ugye a, a túrámnak a szebbik része, amikor majd szépen bemegyünk a erdőbe, jó lesz, remélhetőleg. Jó mondjunk, jókor a sár is lesz, tehát fő vagyok készülve a sárra is, mert nyilván baromi nagy sár lesz az erdőben, hiszen ugye a tegnapi napon szakadt az eső konkrétan, tehát nyilván ennek van következménye is, majd itt az erdőkben kín. lesz szerintem jó nagy sártenger, Na hát most ez ilyen gyerekek, ha az ember elmegy túrázni, azért ugye főleg így eső után, azért ugye a sáraz <laughs> jelen lesz. Ez azt szerintem a mai túrámon rendesen. És akkor szépen haladok tovább előre felé, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat. És most kivételesen ezt a videót, Telefonnal rögzítem, tehát ezt a videót most kivételesen telefonnal rögzítem tulajdonképpen, Még hozzá egy alke, alkatellal, és akkor következik a kardosrét, tehát a kardosrét következik. Amúgy eléggé izegbozog ez a kép. Ez ugye köszönhető annak, hogy nincsen stabilizátor ebben a készülékben. Tehát nincsen képstabilizátor ebben a készülékben. Ezért egy kicsit ugye izeg mozog a kép, ahogy látható ezen a felvételen. Na de el is hagytam közbe Zircvárosát, tehát már Zírcvárosát már el is hagytam tulajdonképpen, és akkor szépen haladok kifelé, ugye a Kardosrét irányába. Hát valójában mindjárt a Kardosrét következik, tehát hamarosan jön is a Kardosrét, és akkor onnan még haladok tovább egészen be a Cuhavőgyébe. Tehát szépen behaladok egészen a Cuhavőgyébe de nem fogok elmenni a cuhaszúrdokig, hiszen még azelőtt le fogok majd térni jobbra a piros négyzet túra útvonalra, és majd a piros négyzet túra útvonalon fogok kikapaszkodni a cuha völgyéből tulajdonképpen, és akkor szépen haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hát a kép az eléggé izeg mozog, de ahogy mondottam, ugye nincsen képstabilizátor ebben a készülékben. Tehát nincs benne képstabilizátor, Ez, mert egyelőre még nincs olyan készülékem, amelybe volna képstabilizátor. Valójában a kameráimban sincsen, mint ahogy ebben a telefonban sincsen amivel ezt a videót rögzítem. Más közben a szippantó sifánk kiengedte a ganajt, itt a szennyvíztisztítóban, és jön majd mindjárt visszafelé, ami a mai napon ugye egyszer már elment mellettem, és akkor szépen haladok tovább, és itt mindjárt itt a szennyvíztisztítónál jobbra el fogok kanyarodni, Hát igen. Közben elment mellettem itt a szippantósifa. Tehát itt szépen elbatyogott mellettem a szippantósifa, itt szembe pedig már a Zirci szennyvíztisztító látható itt a felvételen. Tehát az ott szembe, ami ott látható most a képernyőn, az nem más, mint a Zirci tisztító telep idegeneknek belépni természetesen tilos. Hát én nem is akarok belépni, semmi látni való nincs egy ilyen szennyvíztelepen. Szennyvíz tisztító telepen. És akkor itt szépen jobbra el is kanyarodok. Tehát itt szépen jobbra arra felé kanyarodok, Tehát abba az irányba haladok a továbbiakban. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat. Közben haladok itt a szennyvíz tisztító mellett, az írci szennyvíz tisztító telep mellett. Hát igen, erről beszéltem, hogy lesz itt a rendesen, hiszen tegnap ugye nagy esők voltak és ez nyilván itt ezen a vidéken ez hatványozódni fog, itt a bakonyban. Hát igen, tehát láthassátok, hogy van víz rendesen, tehát rendesen van itt víztócsa. Hát ezt most tehetom kézen, hogy az erdőben ez majd milyen lesz, ha már itt ilyen. El tudom kézdeni, hogy majd milyen lesz ez az erdőben. És akkor megérkeztünk, a, megérkeztem a kardos rétre, tehát ez itt ugye a kardos rét, ahova most éppen megérkeztem. Tehát ez itt ugye a kardos rét, ahova most ebbe a pillanatban meg is érkeztem. Na, gyerekek, hát igen, erre számítottam, hogy lesznek ilyen tankcsapdák, még jó, hogy olyan lábbeli van rajtam, ami bírja eztet. Na, gyerekek, és akkor haladok tovább arra felé. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És közben megérkeztem a Zirc rétre. Itt van mellettem a cuhapatak. Tehát itt van már mellettem ugye a cuhapatak, tehát ez itt mellettem ugye a cuhapatak, és akkor szépen haladok tovább. És mivel, hogy ez a videó már több mint 20 perce megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, Sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal. Like ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Tartsatok velem a továbbiakban is hiszen a mai túrámnak még nincs vége, még nagyon a túrám elején vagyok, hamarosan természetesen fogom folytatni ezt a túrámat, de ez majd nyilván egy következő videó témája lesz, tartsatok velem majd a következő videóban is. Köszönöm szépen, és ha tetszett ez a videó, na, akkor díjazzátok egy lájkkal, like ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, tartsatok velem a továbbiakban is, egy következő videóban, és én majd a következő videóban arra felé fogom folytatni az én kis túrámat, de ez majd egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Zirc, Kardos Rétről, sziasztok!